Üdvözlet mindenkinek, és shalom! Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosnak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. Köszönet, hála és dicsőség Abba Jahuának! Shabbat shalom! Shabbat shalom! Elérkeztünk egy újabb kvízhez, a házi feladat pedig 1 Samuel könyvének 16-os fejezetétől befejeztük, azt hiszem 31-ig. Ebből fogok kérdezni hetet, illetve az előző két élőnek a tananyagából is kérdezhetek bármit, ez 3 kérdés lesz, illetve a végére hagytam 4 vegyeset, abból 2 lesz maga a tora, és másik 2 pedig ilyen-olyan kérdések. Lesznek 1 pontos, 2 pontos, 3 vagy még több pontos kérdések is, úgyhogy sok sikert! Az első kérdésem egy pontért így szól. Melyik városban élt Dávid és családja, mielőtt királyként uralkodott volna? Ez 1 Samuel 16-os fejezetének rögtön az eleje. Az 1-es vers. És mondta Jahová Sámuelnek, ugye meddig bánkódol még Saul miatt, holott én megvetettem őt, hogy ne uralkodjék Izrael felett. Töltsd meg a te szarodat olajjal, és eredj el, és én elküldelek téged Betlehembe, a lakó Isaihoz, mert fiai közül választottam magamnak királyt. Több helyen is kiderült, több szakaszban, hogy Dávid és családja Betlehemben élt. A helyes válasz Betlehem, és ez 1 pontot ért. Második kérdés, 2 pont ért. Saul megparancsolta Doégnak, hogy ölje meg Jahua papjait. A kérdésem az, hogy hány papot ölt meg ekkor Doég? Hány George E. Fordos viseletű embert ölt meg Doég? A. 65-öt, B. 75-öt, C. 85-öt, vagy D. 95 papot ölt meg Doég? Egyszer 22.18-ban ezt olvassuk. Akkor mondta a király, az a Saul Doégnak, fordulj nekik te, amit a papoknak, és rohanj a papokra, és ellenük fordul az Edomita Doég, és rohanna a papokra. És azon a napon 85 embert ölt meg, akik George E. Fordot viseltek. 85 papot ölt le Doég, a helyes válasz a C. Ki tudta? Ó. Nyilván. Harmadik kérdés. 2 pontért. Te elfajult, engedetlen gyermek. Nem állhatsz fönn sem te, sem a te királyságod. A kérdés az, hogy ki mondta ezt kinek. Ha tudod, hogy ki mondta, vagy kinek, az 1 pont. Ha mind a kettőt tudod, az 2 pont. Ez 1 Samuel 20, 30-as és 31-es verse. Akkor felgerjede Saulnak haragja Jonatán ellen, és mondta neki, te elfajult engedetlen gyermek. Nem állhatsz fönn sem te, sem a te királyságod, ameddig Isaének fia él. Ki tudta mind a kettőt? Aha. Negyedik kérdés, 3 pontért. Hogy hívták a papok városát, amelyet Saul lakosaival és jószágaival együtt levágatott? A papok városa, amit Saul leigázott gyakorlatilag. Mindez a papok legyilkolása után történt. Egy Sámuel 22, 19. És a papok városát fegyvernek kiélve a vágatá
halálá mind a férfit, mind az asszonyt, mind a gyermeket, mind a csecsemőt, az ökröt, a szamarat, a bárányt, fegyvernek kilőve, minden gyakorlatilag, a verseny elején pedig elmondja, hogy ez a város Nob. Nobot a papok városát. Három. Ez meg volt? Tényleg? Wow. Ötödik kérdés. Egy pontért. Milyen pozíciót vagy tisztséget töltött be Abner? A. Ő egy fővezér volt. B. Egy pap. C. Proféta. Vagy D. Abner egy király volt. Egy pontért. Egy Sámuel 17, 55. Saul pedig, mikor látta, hogy Dávid kiment a filiszteusok elé, mondta Ábnernek, a sereg fővezérének. Ábner egy fővezér volt. Az A a helyes válasz. Ki tudta? Hatodik kérdés. Két pontért. Mi történt Ela völgyében? A. Dávid megölte Góliát. B. Dávid és Jonatán ott kötött szövetséget egymással. C. Dávid lemetszett Saul ruhájából egy darabot. Itt ölhette volna meg először, mindenki ismeri. D. Dávid és Abisai itt szerezte meg Saul dárdáját és vízes korsóját. Itt ölhette volna meg másodszor. Mi történt ebben a völgyben, Elah völgyében? Igen. Egy Sámuel 21.9 szerint, és mondta a pap. A filiszteus Góliátnak a kardja, akit megöltél, Elah völgyében, imhol van a posztolba betakarva. Elah völgyében Dávid megölte Góliátot. Az A helyes válasz. Ki tudta? Hetedik kérdés. Két pontért. Két pontért. Mikál az ágyba fektette, és feje alá kecskeszőből készült párnát tett, és betakarál őt lepedővel. Ki vagy mi ez? Két pontért. A helyes válasz 1 Sámuel 19-12-13-ban. És lebocsátál Mikál Dávidot az ablakon, ő pedig elment és elszalada, és megmenti magát. Ez amikor Mikál elengedi Dávidot. És vevé Mikál a teráfot, és az ágyba fekteti azt, és fej alá kecskeszőből készült párnát tett, és betakará lepedővel. Ez a teráf amúgy igen, ez egy házi bálvány. Akkor a bálvány. Nyolcadik kérdés, egy pontért. Felettébb megsokasítom a te magodat, hogy sokasága miatt megszámolható se legyen. Ezt Malach Jahua mondta Hágárnak. Kérdés az, hogy igaz ez vagy hamis? Hogy ezt Malach Jahua mondta Hágárnak. Ez 1 Mózes 16, 7-től, és találá őt, Jahuának Malákja, eddig jó, de kit? Egy forrásnál a pusztába, annál a forrásnál, mely is furba menő úton van, és mondta, Hágár, Sárának szolgálója. Ez így van, ez igaz, ez Malákja hova mondta Hágárnak. Kilencedik kérdés. Egy pontért. Hányadik hónapja az évnek Abib hónap? A. Első. B. Negyedik. C. Hetedik. Vagy D. Az utolsó hónapja. Abib. Abib.
2 Mózes 13, 3 és 4. És mondta Mózes a népnek, megemlékezzél ilyen apról, melyen kijöttél Egyiptomból, ez a kivonulás, a szolgáltak házából, mert hatalmas kézzel hozott ki onnan titeket, Jehova, azért ne egyetek kovászos. Most jön a lényeg, ma mentek ki Abib hónapban, és ez az első hónap. Az a helyes válasz. 10. kérdés 3 pontért. És nagyon figyeljetek. Az alábbi felsorolásban melyik állítás nem igaz, azaz, hogy melyik lesz a kakukk teás? Figyelem! A harmadik hónap új holdján Noé kijött a bárkából és oltárt épített. B. A 4 évszakból mindegyik 13 évből áll. C. Az első hónap új holdján lett elrendelve Noénak, hogy építsen bárkát. D. Az első hónap új holdján lett láthatóvá a föld, vagy a föld megszáradt ilyen-olyan olvasatban, vagy E. Mindegyik állítás igaz, és nincs kakukk teás. A helyes válasz, ez egy szakasz, majd mindenki utána néz otthon, ha nekem nem hisz, de a helyes válasz az E, mindegyik igaz. Nem volt kakukk tojás, mindegyik úgy történt, ahogy itt felolvastam. Minden. 3 pont. 11. kérdés. 1 pontért. Ha 2 férfi összevesz egymással, ez a Tora, és az egyiknek felesége odajárul, hogy megszabadítsa az ő férjét annak kezéből, aki veri azt, és kinyújtja kezét és megfogja annak szemérmét, aki őt bántalmazza, a Tora szerint mit kell tenni ezzel a nővel? A városon kívül meg kell kövezni. A városon kívül. B. Le kell vágni a kezét. C. Száműzni kell örökre. Vagy D. Semmit, mert a büntetés a férjét illeti. Mózes 25:11. Ha 2 férfi összevesz egymással, és az egyiknek felesége odajárul, hogy megszabadítsa az ő férjét annak kezéből, aki veri azt, kinyújtja kezét, és megfogja annak szemérmét. Vágd le annak kezét. Meg ne szánja szemed. Tizenkettedik kérdés. Következő kérdés 2 pontért. Ha valaki pénzt vagy edényeket ad fele barátjának megőrzésre, ez az edények amúgy holmik, és ellopják annak a férfiúnak házából, és ha megtalálják a tolvajt, akkor, na mi legyen a büntetése? A. 40 botütés ennek a férfinak. B. 2-szer annyit fizessen vissza. C. 2-szer annyit fizessen vissza, plusz az 1/5 annak. Vagy D. Halállal lakoljon az ilyen. Kettő Mózes 22:7-es verse így szól. Ha valaki pénzt vagy edényeket ad fele barátjának megőrzés véget, és ellopják annak a férfiúnak házából, ha megtalálják a tolvajt, fizessen 2 annyit. Csak a 2-szeresét kell visszafizetni. Nincs ráütőd, meg nem kell meghalni, ennyi. 13. kérdés. A jó hírek vagy az evangéliumok közül
Hányban szerepel a közismert ima, a mi atyánk? Nevezd meg ezeket a jó híreket. De! Ha eltéveszted, az azért mínusz egy pont jár. Ha csak kettő van, és te hármat írsz, akkor egy alapból mínusz. Szóval, sorry, de csak egy pont, azért csak egy pont jár. De ha megmondod, melyik fejezetben van, azért adok plusz két pontot. A helyes válasz az első evangéliumból megtalálható, az Máté 6-os fejezete 9-től, a következő az Lukács 11-es fejezete, és a harmadik, nincsen harmadik, 2 van, bocs, ezt nem hagyhattam ki. Máté 6 és Lukács 11. Utolsó kérdés. Már számtalan szót kérdeztem hasonlót, de ezt most meg fogom kérdezni, mert múltkor szóba jött, és most úgy látszik, fel kell tennem ezt a kérdést. Nevezd meg azt a 7 gyülekezetet, akinek a Malákiához szólt Jehusaha Másiák, Jehukanon keresztül, figyeljetek, nincs vége, ha csak 4-et tudsz, az 1 pont. Ha 5-öt vagy 6-ot, az 2 pont, és ha megvan mind a 7, akkor jár a 3 pont. A gyömrői gyülekezet Malákiának mondja. Ez így korrekt. Felsorolom ezt a 7 gyülekezetet, amúgy jelenések második és harmadik fejezete. Akkor pipáljatok. Efézusbeli gyülekezet. Smirnabeli gyülekezet. Tiatirabeli gyülekezet. Szárdiszbeli gyülekezet. Philadelphia beli gyülekezet és a Laodicea beli gyülekezet. Ki tudta mind a 7-et? És Pergamon még az utolsó. A következő kvízre, amiből fel kell, hogy készüljetek, az. Folytatjuk Sámuelt, de most 2 Sámuel, 24 fejezet 2 Sámuel, tehát az első 12-re megyünk rá. 12 fejezetet kell megtanulni, illetve a mai, meg a múlt heti élőadásból kell készülni, és majd lesz 4 vegyes. Úgyhogy ez talán jövő héten, talán 2 hét múlva majd meglátjuk. Shabbat shalom és halleluja! Just this one. Jó, kösz! Az mi a pálod? Az mi? It's my answer. Na mi alatt, te vagy a főnök? Csapat fő? Ja, azt hittem, te hozott a pont. Gabi bácsi! Gyere, innen Gabi bácsi! Egytől 12-ig. Persze. Hát a 24 fejezet az sok lett volna, a 12 meg kevés, szóval mindegy, jó lesz. Shalom! Hát ugye a mai élő, meg a múlt heti élő. Mai szombati, meg a múlt heti szombati. Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosnak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz.
így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. Köszönet, hála és dicsőség Abba Yahuának, halleluja és shalom!